kitapasztott a jég a lotta alól. Ha úgy, hogy te belekapod,
sokan félrepülök vele, megyek-megyek fölfelé a legrégükbe. Azután kérdezgetlek, látod-e még a földet, farkaskodó? Még látom, még feljebb lepült a sas, s megint megkérdezve, látod-e még a földet, farkaskodó? Már nem látom, na akkor most tevezd el a farkam, és azután már te is lepült. A farkas elengedte a sasnak a farkát, aztán lepült lefelé. Ahogy közeledett a föld, azt látta, hogy alatt egy szemes tuskó meredett. Lekiáltott a tuskónak. Elég onnan te tuskó, már mindjárt ráesett, sajnú tűnnek. A tuskó nem lépte elég, a farkas ráesett, annyit se tudott kigyőzni. Vége lett. Itt tanította meg a sas, lepült a kedves kóval. Édesanyja szavai.
nyakára kötött egy kötelet, a sáncspartjára szakított neki egy borék bújás, szépen nyugatni kezdte. Kici, kici, menné, menné, kici, kici, menné, menné. Hazavitte, bekötötte az istállóba, s tette léje kéve kocsán, lement a házba. Ő rendezett az édesanyja, hazajött édes fiam, ugyan bizony mit szolgálta. Egy leá? Hát hol van? Hát itt az istállóba. Meghallgattam kellett, kötőt kötöttem a nyakára, szakítottam neki egy marék burjan, simogattam szépen. Kici, kici, menné meg, kici, kici, menné meg. Bekötöttem az istállóba, tettem elé egy kéve kocsat. Jaj, nem úgy kellett volna! Megy ki az öregasszony az istállóba, hát a lányoknak hűt hája volt. Fuss utána, hozd vissza! A legény megfutamodott, visszahozta a leányt, elmentek a papot, összeházasodtak. Lett egy sereg gyermekük. Olyan okosabb lettek, mint az apjuk, és olyan szépek, mint az édesanyjuk. Aki nem hiszi, járj utána. A mennyországi ember. Egy mennyországi kódus kérdegett egy görbe patakon. Eltődött, hogy adjanak neki egy darab genyárat. Máré valós, még ki tudja, mit nem. Egy asszony kinn állott a kapukon. Őt ez megszólította. Az asszony megkérdezte tőle. Bácsi, kent hová való? Azt felállta a kódus. Mennyasági vagyok. Az öreg asszony egy kicsit sikátecská volt, és úgy értette, hogy mennyországi. Kedd mennyországi! Ne beszéljen! Az első uramat Antit a mennyországban nem ismerik. Hogy ne ismerni? Ágyastársak vagyunk Antival a mennyországban. Ha én küldenék neki valami csomagot, elvinnél? Én igen, szívesen elviszem neki. Csátot mit esznek a mennyországban? Kérdezte az asszony. Ott nem mindenfélét, amit adnak Isten nevében. Mikor meghal valaki, az esik értünk. Ha én küldenék neki valami élelmet, én szívesen elviszem neki. Az asszony bement a kamarába. Mint előhalkult kapott, mindent eszeszedett a néhai uramnak. Kolbászt, szalonnát, egy nagy búzakenyeret tett az által vetőbe. Na akkor azt legyen szíves, vigye el Antinak. Az Isten fizesse meg a fáradtságját. S mondja, ott a mennyországban miben járnak? Hát itt miben eltemettek, abban jár. Jaj, addig szegénynek már minden elszakadt. Igen, bizony, már régóta mezitláb jár. Elküldném a csizmáit és Antinak, én szívesen elviszem neki. A felpakolta az asszony a kordus hátára, s az avar elment. Kicsi idő múlva hazajött az asszony második ura, aki ezt férhez meg miután megözvegyült. Na, hazajötték? Kérdezte az asszony. Haza, felállta az ember. S az úton a mennyországi emberrel megtalálkoztál-e? Mit beszélsz, bolond vagy? Nem vagyok bolond. Itt járt egy mennyországi ember. S azt mondta, hogy Antival az első urammal ágyastársak a mennyországon. Egy kicsi csomagocskát küldtem véle Antinak. Az ember bement a kamarába. Ki jön nagy mérgesen. Te, a kolbászt ezt mind elküldted Antinak? Elküldtem, hogy legyen, mit egyék szegény. Elküldtem a csizmahajtás, hogy ne járjon mezitláb. Az ember bement a tiszta házba, s látta, hogy Anti régi kopott csizmai még ott vannak, s az öve az új nyári. Neki nagy mérgesen az asszonya. Miért adtad oda az én új csizmám? A régi a kopott, ami Antié volt, meg itt maradt. Hagyd el, na, legyen neki is új csizmája. Az ember nagy mérgesen kiment az istállóba. Kivezette egyik lovat, felpattant a ló hátára, s elindult fel a hölgyel. Hajtott nagy sebesen az úton. A nagy mennyországi ember gondolta, hogy utána jönnek. Hamar a csomagját bedugta a bojtosba. Visszament az út szélére, s leült az út mellé. Odaért az ember, a kórus köszönt neki szépen. Jó napot, uram, jó napot! Nem látott erre egy ember nagy pakval a hátán? Én igen, elment itt ki ezen a nagy völgyön. Az ember nézte az utat, de olyan csúf maradék hegy oldal, lóháton nem tudja utolérni azt a csalót.
Oda szól az embernek. Bácsi, nem fognál meg azt a lovat egy kicsit? Hadd szaladjak utána. Én szívesen megfogom, de siásen már épp itt halott áll az a csaló. Az ember odaadta a lovat, s futott fel a völgyen, ahol csak bírt. Mikor már jól állhatott, a koldus a csomagját kivette a bojtosból, fel a ló hátára, s állhattatott a másik irányba. Az ember kért a csúf maradék hegy oldalba. Körülnézett, nem látott senkit. Visszament oda, ahol a kódusban megtalálkozott, s a lovát hagyta. Nem volt ott se ember, se ló. Az ember karinkodni fogott. Nem volt mit tennie. Szépen hazament, kérdi a felesége. Ugyan mennyország ember, nem jártál? Én oda, hát a lovát hová tetted? Azt is elküldtem Antinak a mennyországba, hogy ne járjon gyalog. Szegény ember. Egy ember elment szántani az ágyú szélére. Szántogatott, szántogatott, egyszer csak hallotta, hogy valami recseg ropog az ágyú szélén. Közelebb ment, hallta, már átkapott egy nyugat, s azt puffogtatta. Nagyot kacagott az ember. Márta meghallotta, állatette a nyugat, oda ment az emberhez, s azt mondta. Na megállj, lekacagtál, én most megeszlek. Az ember könyörögni kezdett a madinak. Ne egyél meg, hadd szántsa meg azt a kicsi földemet, hogy legyen mit tegyenek a gyermekeim. Addig-addig könyörgött a Madvinak, hogy cseppet tovább megy, hagyta, hogy szántsa meg a földecskét. Meg egy szántott a vés vadétre, a nagy bánatosan ráhúzott az ekére, s hartó a Madvit. Arra járt a rókos, megkérdezte, mit búcsúztál ember? Azt búsulom, hogy mindjárt jön a mágvás megesz engem, hát lekacagtam, amikor a nyulat puffogtatta a földhöz. Haj, csak annyi a baj! Mit fizetsz, ha megtanítalak, hogy a mágva ne egyen meg? Amit készen van, itt megadok, mondta az ember. Én kérek kap csukot és egy kakast, amit kitanítalak. Jó, mondta az ember, de mit csináljuk? Én tovább megyek, és amikor jön a mágvá, kültölni kezdek, s te mondasz neki, hogy bújjon el, már jönnek oda, azok s megbújnak. Úgy is tettek. Amikor a mátvá közeledett a lemberhez, a róka kültölni kezdett. Szegény ember rákiáltott a mátvára. Szaladj innen, szaladj gyorsan, már jönnek oda, azok s megbújnak. Több se kellett a mátvának, megjárt és elfutott. Az ember ismét nagyot kacagott. És azt mondta a rókának, na este gyere a tyúkok és a kakas után, mit ígértem, megadom. A szegény ember hazament, és este felé a gyermekeit bebújtott a gyala, és kitanította, hogy ő a róka, kezdenek jó keményen ugatni. Megérkezett a róka. Az ember gyermekei jó keményen kezdtek ugatni. Mi ez, mi ugat? Kérdezte nyugtalanul a róka. A vadászok a kutyajkot ide vérekeztették, alig bírok velük. Szaladj innen, már ha kinyitom az ajtót, darabokra tépnek. Róka megjárt és elfogott. Az embernek megmaradt az élete is, a kakassa és a tyúkja is. Még ma is él, ha meg nem fog. Szent László babolykül. Mikor a kő még lágy volt, akkor járt Szent László ezen a tájon. És itt verekedett a pogányokkal, akkor javágyibes volt. Bagolykő tetején most is látszik a nyoma. Úgy mondták az öregek, hogy az ellenség itt már itt várta, amikor ideért. Ő az ellenséget kikerülte, s felment a bagolykőre. Körülnézett, hogy elő nincs ellenség. Mikor leült a kőre, a két lábát letette, még a sarka helyei is meglátszódnak. Látszik a fenekének a helyei is. Ahol a lovával átment a sziklán, a patkónak a helyei is látszódnak. Szent Lászlót erős kerítették a fogányok, mivel a kő lágy volt, nem erős tudott haladni, mert a lovalába beliragadott a kőbe. Mit tudjon csinálni? Felkapcsolta a kezeit, és azt mondta, Uram, Teremtő, a követ teremts kővé, s a földet földé. És akkor a Isten a követ kővé teremtette, s a földet földé. Na, többet sohasem ért a kő, mert keményedett. A nyomok ma máig is látszódnak. A mádva és a szegény ember. Hol volt,
Hol nem volt? Volt egyszer egy szegény ember, amelyik elment az erdő szélére szántani. Szántott, szántogatott, szántott. Egyszer csak meghallotta, hogy valami ricseg ropog egy bokorba. Közelebb is ment megnézte. Meglátta, hogy a medve puffogtatja a nyulat. Nagyot kacagott a szegény ember. Jaj, oda ment a medve. Te lekacagtál ingem? Akkor ham, bekaplak. Szegény embert kérte, kérte nagyon, hogy ne egyen meg őt. De a medve egy kicsit meggondolkozott, hátrább ment és azt mondta neki. Hallod-e te szegény ember? Én elhagylak téged 3 óráig. 3 óra múlva visszajövök s megeszlek. Beleegyezett a szegény ember. Hazament, elbúcsúzott, és visszament. Leült egy bokorba, s nagy búsan várta a medvét. De arra járt a róka, s megkérdette tőle, mit busulsz te szegény ember? Én azt busulom, hogy találkoztam a medvével, pufoszta a nyulat, s azt mondta, hogy megeszem. Ne buszulj tovább, mert itt vagyok. Tudod, mit csinálj? Te megvárod szépen a medvét. Én elvagyok egy bokorba, s elkezdek kürtölni. S te mondod a medvének, hogy szökjön, mert jönnek a vadászok. Jó, kezet fogta. Jött a medve, szegény ember fel volt készülve, rókával búzva. Jó, érkezett a róka, érkezett a medve, róka elkezdett kürtölni. A szegény ember felszökött, fussar, medve, mert jönnek a vadászok. Úgy megjött a medve, úgy elfutott, hogy senki se látta. Szegény ember örömibe szögdesett, táncolt, mit csináljon más. Róga közelebb ment, s azt mondta neki. Te szegény ember, de te ezért kell adjál nekem 6 tyúkot meg egy kakast. Kezet fogta, gyere el este, mondta a szegény ember. Gyorsan hazament, s a gyermekeit bétanította ugatni. Jaj, úgy tudtak ugatni. Kopogtatott a róka, már meg is érkezett. Jöttem szegény ember, a 6 tyúké meg a kakasé, elkezdtek ugatni a gyermekek egy zsákból. Jaj, róka annyira megijedett. Mi ugat szegény ember, micsoda ez? Nyitva hagytam az este az ajtót, mondta a szegény ember. S bejöttek a vadász kutyái, s beletettem őket egy zsákba, hogy nehogy megöljenek, de rágják ki a zsákot, s meg akarnak ölni. A szegény ember azt mondta neki. A róka úgy megedett, úgy elfutott, hogy valahol összeüttek a medvével. Hát valami. Mátyás király bolondja. Egy este Mátyás király együtt mulatott az urakkal. Üldögéltek, ette, beszélgettek mindenféléről. Előhúzódott, hogy vajon miféle mesterő van a legtöbb a világon. Az egyik azt mondta, bognárból van a legtöbb. Ó, dehogy, sokkal több kovács van, ellenkezett egy másik. Nem, nem jól gondoljátok, ásból van a legtöbb, erősködött a harmadik. Valaki azt mondta, hogy a világon a legtöbb a katona, s mindenki mondott valamit, de mindenki mást állított. Mátyás király kedves bolondja, csak ült a sarokban, nem szólt semmit. Kérdi tőle, Mátyás. No, koma, szerinted miből van a legtöbb a világon? Felséges királyom, még ennyit sem tudnak. Hát orvosból van a legtöbb. Az urak kacagni kezdtek, hogy miket beszél ez itt össze. Még a király városában is csak 1 orvos van. Azt mondja Mátyás király. Édes fiam, te tényleg bolond vagy. Hogy lenne pont orvosból a legtöbb? A bolond úgy tett, mintha szégyelni magát, kioldalgott a teremből, és bement a szolgák közé. Egyszer csak földre vágta magát, jajgatni kezdett, vergődött, mint aki kényában összetekeredik. Jaj, végem van, mindjárt meghalod, nyöszörgött keseresen. Futnak a szolgák Mátyás királyhoz, hogy jöjjön, mert hal meg a kedves bolondja. Fut a király, futnak az urak is. Koma, mi van veled? Az előbb még nem
nem volt semmi baj. A bolond csak tovább nyöszörgött. Hozzatok ecetet, azzal jól be kell a testét dörzsölni, tanácsolta az egyik úr. Hívjátok az ördöngös bábát, vessen neki vizet, javasolta egy másik. Mézes pálinkát kell vele itatni, az biztos jót tesz. Hívjátok a borbét, eret vágjon rajta, parancsolta Mátyás király. Na jött is a borbé a szerszámaival, hogy eret vágjon a bolondon. Ennek felesett réfa, gondolta a bolond, felugrott, s nevetni kezdett. Hát ez mi volt? Kérdezte bosszusan Mátyás király. Nincs nekem semmi bajom, felséges komám, csak meg akartam nektek mutatni, hogy orvosból van a legtöbb a világon. Szent Péter se részege. Mikor Krisztus Urunk Szent Pétervel a földön járt, egy nap béléptek egy faluba. Egy kócsuma mellett haladtak el, ahol ittak, mulattak, ordítoztak az emberek. Azt mondja Krisztus Urunknak Szent Péter. Uram Teremtő, úgy megkívántam, békéne menjek, s megkéne nézem, hogy mit csinálnak oda be az emberek. Azt mondta neki Krisztus Urunk. Nem egy Péter, már a részeg ember még a falba is beléköt. A részeg ember kerüld el még az úton is. Ó, de Uram Teremtőm, csak békéne menjek, már ős kíváncsi vagyok. Na akkor menjél, ha olyan kíváncsi vagy. Azt mondta neki Krisztus Urunk. Ugye Jézus Istenség volt, tudott teremteni, ha mindjárt teremtett a hatalra egy hegedűt. Szent Péter nem tudta, mi van, belép a kocsmába nagy bátran. Mikor meglátták a részegek, elkezdtek rikoltozni. Húzat cigány! Szent Péter nem tudta, mi van, jól megvárték a részegek. Szegény Szent Péter alig tudott megszabadulni tőlük. Azt mondta neki Krisztus Urunk. Látod, Péter? Mondtam, hogy a részeg ember került el még az úton est. Nem hallgattál rám. Ó, Uram Teremtő, nem tudtam, hogy a részeg ember ilyen bort is. Nem lehet vele szót érteni. Azóta mondják, hogy a részeg ember még Krisztus Urunk is elkerült. Az okos leadás. Hol volt? Hol nem volt? Hetet hét országon is túl, volt egy okos leány. De az a leány olyan okos volt, az okosságának a híre még a királyhoz is eljött. Annyit beszéltek a király fülében a leányról, hogy a király befogadott egy hintót, és felvigyék a leányt a palotába. Felviszik a leányt a palotába, ott a király fogadja a gondolat. No, te leány, hallottam a hírét a nagyeszednek, és akkor a nagyeszed van nekem a vadlásom 100 esztendős fogalom. Fogja a lapból aranyfogalat, mondja a leány. Felséges királyom, életem, halálom kezében ajánlom. Van édesapámnak a vadlásom 100 esztendős reménykerítése. Csináltasson a bolósot. Tetszett a királynak az első felelet, mindjárt más kérdés mondom. Jó van, leányom? Az első kérdésemre jól megfeleltél. Mondok mást. Van nekem a padláson 100 lyukas korsod. Foltozd be azokat. Én jó szívvel, csak álljon, felséges királyom, fordítassa ki a korsod, mert az bizonyosan tudja mindenki, semmit se szoktak foltozni a színéről, hanem csak a visszajáró. Tetszett a királynak a második felelet. Jó van, leálljon. Még a második kérdésemre is jól megfeleltél. Még mondok egyet, és ha arra is helyesen felelsz, itt a kezem, feleségül veszek. Csak mondja, felséges királyom. Én azt mondom, hogy hozz is, nem is, legyen is, nem is. Erre a király, erre a leány egyet gondolkodott, kifordult az ajtót, bement a konyhába, és kért a szakásnétól két szitát. És aztán kiment az udvarba, és éppen ott röpködött egy sereggalamb. Megfogott egy galambot a két cita közé, és úgy ment a király színára. Odaadta a két citát a királynak, és mikor a király ki akarta nyitani a két citát, abban a pillanatban kirepül a galamb. Na lássa, felséges királyom! Hoztam is, nem is, volt is, nem is. Erre a királyra annyira megtetszett a leány, hogy hivatták az udvari papot, összeesküdtek, hivatták a cigányokat, akkor a lakadalmat csattak, mely tartott egy hétig, talán kettőig. Én is ott voltam, egyet jót táncoltam, s aki nem viszi, az járja utána.
Jézus Krisztus urunk, Szentpéterre egy alkalommal a földön járt. Megláttak egy lágény, aki egy nagy vackúrfal a tárészen őrizte a marhát. Krisztus urunk megkérdezte tőle, te lágény, mára kell menni Jeruzsálembe. A lágény arra est volt, hogy még arra sem volt képes, hogy a száját kinyissa, hanem inkább rugott egyet a lábával, hogy arra. Krisztus urunk Szent Péter tovább menne, amikor megláttak egy leányt, aki ruhát mosogatott. Krisztus urunk megkérdezi tőle, te leányecska, mára kell menni Jeruzsálembe. A leányecska letette a súlykot a kezéből, és azt mondta az utoljáróknak, na jöjjenek csak bácsikáim, megmutatom én maguknak. Menjenek ára sára, és aztán sírjanak jobbra. Krisztus urunk Szent Péter tovább menne, amikor egyszer megszólal a Szent Péter. Ej, milyen kicsi, ügyes vizsla, fehér népacska, az a leányicska. Az igen, de ahol a lustával kell elérni az életet, halált az én. Uram, teremtőm, nem teheted, akadályozd meg, nekünk, hogy az a lágény elvertje azt a serény leányicska. Péter fiam, te mégis hogy gondolkozol? Mikor a fiatalok összekerülnek, az egyik mindig egy kicsit serényebb, a másik lusta. Ne vitatkozzunk, inkább vagy munkátlannak a rest lágénynek. Markolj bele az utiporba, hízd a lágény marhájra, és mondd, hogy légy. Szent Péter bele markolt az utiporba, a lágény marhájra hintette, és azt mondta, hogy légy. A porból legyek lettek, csipni kezdték a marhák. A marhák száz felé futottak, Isten tudja, hogy tudta őket összeszedni. Az is lehet, hogy még majd is keresi őket. Itt a vége, a fussa a vége. Az ostoba lágény. Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy szegény asszony. Volt annak egy nagy ostoba fia. Az asszony megelégelte, hogy a fiú öreti csak a napot lopja, elküldte szolgálni. Elment hát a lágény, szolgált egy tűt. Amit vitte haza, tette ide, tette oda, nem tudta, hogy hova tegye, arra jött a komolya egy rakott szénaszekére, na a legény mindjárt beleszúrta a tűt a szénából. Amikor a szekér a házuk elé ért, a legény széthajta az egész szekeret, de a tűt nem találta semmi. Nagy mérgesen megy be a házba. Az édesanyja kérdezte, hazajöttél édes fiam? Ugyan bizony, mit szolgáltál? Egy tűt. Hát hol van? Tettem ide, tettem oda, nem tudtam, hogy hova tegyem, arra jött a komám egy rakott szénaszekére, beszúrta, és elveszett. Jaj, fiam, buta fiam, bebuta vagy, miért nem szúrtad a kalapodba vagy a gunyádba, s hoztad volna szépen haza? Jól van, édesanyja, máskor úgy teszek. Elment a legény ismét szolgálni, szolgált egy ekevosat. Mindjárt eszébe jutottak az anyja szavai. Döfte a kalapjába, döfte a gunyájába. De a zekevas mind lehosogatta a gunyáját. Megfogta a zekét, bevágta egy kertbe. Ment haza. Otthon kérdezte az édesanyja. Hazajöttél, édes fiam? Ugyan bizony, mit szolgáltál? Egy ekevasot. Hát hol van? Bevágtam egy kertbe, mert mind lehosogatta a gunyámat. Jaj, fiam, buta fiam, bebuta vagy. Miért nem vetted a vállodra? Jól van, édesanyja, máskor úgy teszek. Elment a legény ismét szolgálni, s ha szolgált egy borjút. Amint indult haza, mindjárt eszébe jutottak anyja szavai. Felvette a borjút a vállára, a borjú rúgdolózott, kapálózott. A legény úgy bedöcsentette a sarba, hogy annyit sem mondott többet, hogy nyek. S vége lett. Ment haza, otthon kérdezte az édesanyja. Hazajöttél, édes fiam? Ugyan bizony, mit szolgáltál? Egy bólyt. Hát hol van? Össze-vissza rugdolózott, bedöcsentettem a sárba, annyit sem mondott többet, hogy nyit, s vége lett. Jaj, fiam, de buta vagy. Miért nem kötöttél a nyakára egy kötelet, szakasztottál volna neki egy marék burját, sivogattad volna szépen, kici-kici, mané-má. Hazavezetted volna, bekötötted volna az istállóba, betettél volna elébe egy kéve kocsán, és most bejó volna. Jól van, édesanyám, máskor úgy teszek. Elment a legény szolgálni, s ha szolgált egy szép lea.
Amint indult volna haza, mindjárt eszébe jutottak anyja szavai. A leánya karra kötött egy kötele, szakasztott a sánc mortjáról egy marék búrja, sívogatta szépen, kici, kici, mané, má, kici, kici, mané, má. Hazavezette, bekötötte az istállóba, vetett elébe egy kéve kocsán, és bemett a házba. Örvendezett az édesanyja. Hazajöttél, édesfiam, mutasd, mit szolgálta. Egy leány. Hát hol van? Kint az istállóba. Meghallgattam kendét, kötöttem a nyakába egy kötele, szakasztottam neki egy marék búrja, sivogattam szépen. Kici, kici, mané, má. Kici, kici, mané, má. Hazavezettem, bekötöttem az istállóba, vetettem elébe egy kéve kocsam. Jaj, nem úgy kellett volna! Megy ki az öregasszony az istállóba, s hát a leánynak már hűt helye volt. Fuss utána, hozd vissza! Megfutamodott a legény, visszahozta a leány, elmentek a paphoz, összeházasodtak, lett egy seregnyi gyerekük, olyan okosak voltak, mint az édesapjuk, és olyan szépek, mint az édesanyjuk. Aki nem hiszi, járjon utána. A mennyországi ember. Egy menosági koldus kéregetett görbepapa. Ásdődött, hogy adjanak neki egy darab kenyeret, mellévaló, s még ki tudja, mit nem. Egy asszony kinnállott a kapuban, őt is megszólította. Az asszony megkérdezte tőle. Bácsi, kent hová való? Azt felállta a koldus. Menosági vagyok. Az asszony kicsit süketecske volt. Úgy értette, hogy mennyországi. Ken mennyországi, ne beszéljen! A koldus mindjárt kapcsolt, s rávágta. Bizony mennyországi vagyok. Az első uramot, Antit a mennyországban nem ismerje. Hogy nem ismerném? Ágyastársak vagyunk Antival. Küldenék egy csomagot neki elvinnie. Én igen, szívesen. Az asszony bémelt a kamarába, s ami elől-hátul kapott, mindent összeszedett a néhai urának. Kolbász, szalonnát, egy nagy búza kenyeret tett az altalvetőbe. Na, akkor ezt legyen szíves, vigyál Antinak! Az Isten fizesse meg a fáradtságja. És mondja meg, ott a mennyországban miben járnak. Hát, kit miben eltemettek, abban jár. Jaj, eddig szegénynek már minden elszakadott. Igen, biza, már régóta ez itt lábjár. Elküldeném a csizmáit, es Antina, elvinni. Én igen, szívesen. Felpakolta az asszony a koldus hátára az új forgasszáló boxcsizmákot, s az, ahol elment. Kicsi idő múlva hazajött az asszonynak a második ura, akihez férhez ment, miután megözvegyült. Na, hazajöttél? Kérdezte az asszony. Haza, felállta az ember. S az úton a mennyországi embervel megtalálkoztál. Mit beszélsz, bolond vagy? Nem vagyok bolond. Itt járt egy mennyországi ember, s azt mondta, hogy Antival, az első uramval ágyastársak a mennyországban. Egy kicsi csomagocskát küldtem véle Antinak. Az ember bement a kamarába, s kijött nagy mérgesen. Te, a kolbászt és mind elküldted, Antina! Elküldtem, hogy legyen mit egyék, szegény. Elküldtem a csizmáit, és hogy ne járjon mezőkilag. Bément az ember a tiszta házba, s hát látta, hogy Anti régi kopott csizmája az ott van, s az övé az új hiányzik. Neki nagy mérgesen az asszonynak. Miért küldted el az én új csizmámot, s a régi, a kopott, ami Anti volt, meg itt maradt? Hadd állna, legyen neki egy új csizmája. Az
ember nagy mérgesen kiment a listálóba, kivezette az egyik lovat, felült a hátára, s árva aktatott. A nagy mennyországi ember gondolta, hogy utána jönnek. Hamar a csomagját átdugta a boltosban, visszament az út szélére, s leült az út mellé. Az ember odaért, s kérdi tőle. Jó napot! Jó napot! Nem látottál-e egy ember nagy pakval a hátán? Én igen, elment itt ki, ezen a völgyön. Az ember nézte az utat. Olyan csúf meredek óda, lóháton nem tudja megközelíteni azt a csalót. Oda szólt az embernek. Nem fogná meg ezt a lovat egy kicsit. Hadd szaladjak utána. Én szívesen megfogom, válaszolta a menasági kódos. Az ember odaadta neki a lovat, és elindult fel a völgyön. A kódos, amikor látta, hogy egy kicsit elhaladott, elévette a boltosból a pakkot, fel a lóhátára, és elvágtatott a másik irányba. Az ember kiért a csúf meredek hegyre. Körülnézett, nem látott senkit. Visszament oda, ahol a kórdussal megtalálkozott, s ahol a lovát hagyta. Nem volt ott se ember, se ló. Az ember kárinkodni fogott, de nem volt mit tenni. Szépen hazament. Otthon kérti a felesége. Ugye a mennyországi ember után jártál? Én oda, felelte az ember. S hát a lovat hova tetted? Elküldtem azt es Antinak, hogy ne járjon gyalog.